Nagyon fontos, fontos dobás volt, ez kellett, és akkor most egy jó védekezést nézzünk meg. Alicia Jenkins vállalja ezt a dobást, de ez nem volt fontos, hogy letettem, hogy nem szeszett a legyeség úr, és már meg is indultak meg a dinamokszóját a védőkkel, és ott kis Angelika, egy szenzációs, okos bejátszás, megbeszéd úr, és ahogy ugye szokta, és ahogy szokta kis Angelika, egy szép befejezés. Két gyors ponton hoz egy csapattól, így kell kezdeni hazai a találkozót. Bonnie Jenkins kezében a labda, azt mondja támadó idő, már csak 8 másodperc, egy 3-as válasz lett volna. Minden esetre nagyon ambiciózusan felállt a harmadik légy viszonyat, ilyet meg Markovics, de a másik oldalon van egy kitűnő motorját, a felállt alatti munkának a Dilgya saját nevelési kitűnősége a 30-as számára játszik kis Angelika, aki már második két pontosát érzi, 4-0 mint a Dilgya, ez egy tökéletes volt, azt kell mondanom. Bernard, nem lépett ki rá senki, beláll lőzett a tárgyal a dobásban, hogy egy figyelmeztető jel, hogy ugye oda kell lépni, tehát is tárgyára pedig is jobb lehet, és így lehetőség szerint, hogy nem kell hagyni. Kis Angi beteszi harmadszor, hogy gyors egymás után egy kitárgyul a gyűrű belső kívülről, de nagyon jól érkeznek a lapák Kis Angi, hogy ő pedig eléggé és így a Bumanában megfelelően erőszakosan kezeljük azokat a helyzeteket, és most is szépen befordult. Ahol Nina és Hayes beszélik meg pontos részleteket, hiszen ne felejtsük el a BVTK-ban. Viszontan láthatom kijelent Hayesnek ez a második gyűrű meccse, amit a gyűrű ellen idegenben mutatkozott be. Iros Kovárnyásban, Sezegypartnak pedig most a részért láthatják meg a televízió nézők, hiszen de sajnos még mindig az átkapus sírában vagyunk. Ugye Monique Jenkins büntetőt nézhetjük meg, de kicsit feljebb jön. Már ez egy szép tőled a sárgók csapat. És hát hozzátartozik még a statisztikákhoz, hogy ahol Nina is kapott az előbb egy személyi hiba pontot. Valamit akkor nem akar. Majd most mi az, aki majdnem lepárcán, ez kicsi hinnyel, hogy Jenkins szeretett volna átszágulni a pályán Bernard passzával, de kitűnő ütemérzékkel nyújt közben, ott is majdnem lepárcázott a Dilgya, a tízes, aki most magasan megkezdi már az elnök a térfelén a védekezést, de átholta nyilván a labdát. A rendőr csapat, viszont azért már szépen fog a támadó idő. Gyönyörű védekezés kis Angelikától, mondom én, de nem élvezetem a meccset, akik ezt a státuszt betöltik, hogy mindjárt meghagyott bődők után. Mégis csak szabálytalan adott, de nem is kis Angelika a beszerzésénél volt, hogy a játékosok szerint problémára. Talán nem van a bődők rá, majd nagyon szép bejátszás érkezik a bődők után barátja alá, és egyenlít a rendben csapat. Mert a Jenkins volt, mert ugye értékesített a viccel. Kicsit kényelmesen tette fel a labdát, ahol minden nem volt rossz egyéni vállalás, de a visszazáró Jendrik Lindjus neve a Markovic oda nyújt, azt gyorsan tegyük hozzá, hogy nem szabályosan, tehát a szerb hölgynek is megvan az első hivatontja a meccsen. Itt van viszont az első mutató állomának, az az első dobás nem sikerült, a kettőt dobható, Lindjus 10-es. A második viszont a helyén van, ezzel egy pontos előny a BVTK-nál. Úgy most egy jó hazai védekezés legalábbis, mert erre lenne szó, Manu Csenki szintén meg nem volt dobó helyzet. Boros talál egy triplába, az nem volt jó, sírkét állt a gyűrű szállát, a felfüggesztő érintett a labda, így most már a BVTK-nál összekerülne a célra. Egy nagyon szép csapat tűzi dobás, ahogy ezt Megdesi Zsóritól szoktuk
megszokhattuk, és már is 3 pontos a Győrítőben vezet, és ez volt az első vasárnál megszállt az egész Győrítőben. Ezek a szerintet találkozik, hogy sem adja alá majd meg, és a Jóri boros dobása nem kell kézre összeszedni, Markovics akkor megpróbálta tényleg célja, de rálépette. Komára szerintem ő is ellépte. A válságban egyébként nagyon csodálkozó 11-es számú Boros Berta. Pedig a 4-es intézőszert játékot láthatunk, és a nevére az Jóri-tokációra. 6 perc 25-re hátra, az első negyedből Dédőtökkel, amitőkkel Dédő, a megyesi Dédő, a Szélemére, a labdát, csak még nem tudta érzelni a kérdést, szerintem próbál a Dédőtökben rendőrök, de helyeztetek kifra, ahol Minára jön a játék, és kicsit szélesre klapott a labdát, csak elletére, de Mr. Szerző kisangyalépe, nem az első jó labdaszerzése, Dédőtökkel 30-asától, nagyon jó indítja a játékot, Kisangyi már 6 dobott volna, bocsánat, de nem is csak jól mondom, én már 8-as dobtam volna, de sajnos csak 6-nál tart Kisangyi. És nagyon szépen dolgozik, hogy fél vissza találkozott a lefattanódásban nagyon-nagyon jeleskedő, vagyis a Jenkins előszakkal adják a lényegében a Vizasean Hayes, egy lépkasz a túloldalra. Megint megy a bejátszás Kisangyihoz, egy önzetlen passz, elsőre nincs bent a dobás, aztán másodjára pedig benne van a kalapba, hogy rész kezéből nem ott is szedték el azt itt a vendéget. Boros pedig elcsúszott önerőből, ahol Minát látták el, hogy ezek egy szabadon. Sem láttak különösebb okot a közbeavatkozásra, de mégis megtették a játékvezetőt. És az a második hiba pontja már a DVTK 10-esén megcserő is földi, akkor a vezető edző is a meccs során először a parketten a DVTK-ban 3-assal vissza is Petra. Morik Jenkins kezében a labda, beláll egy kutka dobásba, de kiperdő, azonban összeszedik a vendégek, a lepattanót érkezik Jenkins, hogy pártadájára befejezi. Kicsit előtt most a DVTK-i védekezés, mert Markovics összeszedte a lepattanót is. Dobástény jegyző társhoz tovább jutott, és a Superdő kisengedik a dobása. Második ilyen Superdő is már kétegymást követő akcióból, ez egy picit jön a vendégválasz, az is Superdő és kategória. Kisengés, Hayes, hozzákerül együtt a sejővel adták, Mokangó. Ilyen egyszerű játék is így lenni ez a kosárra, de két szétcsavar, hogy Hayes áthozza, Zicser teremt, és önzetlen passzát. Sanály Mokrányú a DVD-ken 45-ös értékesítőt. Beláll egy újabb távolít a vendégcsapat, ez most nem, ez sem volt sikeres, inkább így van, mert áldozik a számolít a vendégeknél. Megyesi Dúr egy lőtt passz, ez nem volt tőle, visszaszerzi Megyesi Dúr a második passzra. Nem teljesen pontos, és most már futni kell vissza a hazai részre. Még megvan valahogy Jenkinsnek a labda. Kifűtött a bálapotban, kosárlabdázik. Az is a Jenkins, aki most büntető dobhat, az előbb értékesített egy 2 pontos dobást, és miután szabálytalankodtak ellene, jöhet egy 20 dobás még a vendégek 24-esétől. Nagyon-nagyon érdekes volt, közben itt a háttérben
a kollégáim mutatják a büntető, mint vissző amerikai légiós. Földrapil a vezetőedző jelezte, hogy mindkét esetben, amivel a Jenkinson dobhatott, bizony nagyon komoly légiósteni szituáció volt. Szerintem a vezetőedzőnek ő dia. Kányos az erőnk az átmakassal a kapcsolatban a bőrökékában. Johan Lukat egy pár perc pihenőt, miközben Markovics be mint egy újabb személy évapontot. Ez csapat is 14-esen kapkodik a két fegyéreknél a parkettre, német alma. Többen Kuszkai Petra elgertett egy bejártásos gyerkerítőt, nehéz helyzetben be a felvesz a labdát a gyűrűre, és sikeres volt az egyéni vállalása, nem adták ingyen ezt a dobó helyzetet, de megküldött érte is, ami még fontosabb, sikeresen fejezte be ezt az akciót a sérülőkből visszatérő Győr-Győri 3-as Kuszkai Petra. Elkezdte ő is a pontgyártást, hanem lakaszelt és a a csapatok között 10-14-re vezet a DVT-sel. Egyes a Jenkins nem vállalja el német, igen, de nem jó a dobás, sem egyes a Dúr gyönyörűen hozza el, pedig érkezett szaloló repülés a vendégek részéről. Volt érben, látta a szabálytalanságot a játék között, tűnt, ha jól látod, igen, német kalandban volt az, aki második hibapontját begyűjtötte, és egy ismerést is köszönhetünk a rendőr csapatban, pont megdösödődő előtt érdekező 9-essel az a katona szidónya, aki nem is egyszerűen töltött a védőtéke a csapatában. Most pedig azt látjuk, hogy kisebbik egy gyönyörű szépen! Nagyon-nagyon látványos dobás volt, csapatcél, melyekes ügyi dobás, de 10 pontos kísérlet volt kisebbikor, 8 pontos már a védőtéke saját nevelési kitűnősége, és 22-nél jár Győr-Győr. Boros távol vannak ebben a vendégek a Balántól még, és már csak 6 másodpercük van. Nem tudom, észlelik-e, ha észlelik, nem emelben dobni kell. Megvesi Dóri egy tized másodpercet, egy fél utánát késett a katonak jegyezte dobócsára, és ezért ugye nyilván a csapat személy mindkét oldalon már azon a szinten vannak jönnek a dobások, a személy hibapontokat követően. Katona Szidónia. Hogy mintetője kicsit hosszabb lett a felvetőnél, de még egyet még dobhat. Na volt Gyúl Gyüli. Aztán beszélni ült, ez volt a 15. vendégpont, miközben cserél a Gyűlgyör. Görögben is hibapontot begyűjtő, Megyesi Gyúli kap pihenőt, és egyesen mondta is kapcsolni a parkettel a Gyűlgyőkában. Katona hozzá fel a labdát, legyen a sorokba, Krisztófakra beáll egy kiklába, Gyakorú, te jó! Nem rossz, mert az egyik eltelt majdnem egy negyed során, hogyha valakit megtalál a labdában, kinyílnak a nyílsz a délétünkkel, Krisztása igazolása, mert eddig az ő átadása egy vacit berendre kosarak születtek. Most azonban már 10 pontos a hazai erény, ezért azonnal időt ér a vendég együttes, és Magyar Bianca vezetőedző próbálja meg ott megragadni még azt a bizonyos szalamaszállat, mire kiságosan is eltávolodnának a hazaiak. És most a Kupak Tamás neked a lényeg, hogy már az első negyedből még hátterűbb értett 32 másodpercet, minket sem kárakkal vészen járt a vendégek ügyes, mert meg a szép futárban van a négyedében. És hát a négy is azt szépen hallgatják körbe, aki már neki ott a két közepén. Nagyon így kell mondja, elvártak a játék, és a nagyon fájdalmas volt a gyűrűre, ami három pontos vereségbe jelent, mert a 3-3 részében a kutatóság negyedet leszállítva a magyar jól játszott a gyűrűre, és ezért volt különösen fájdalmas a vereségbe, ugye, hogy a belműtőben, ahogy ott a kutatókat, mint átbeszélték,
De visszatérünk, ez ugye 1 perc 32-ben az első negyedben 6 és 25, 15-re vezet a PVP-t, Térfes M2 együttesen, amit a rendégek indítják játékot, Boroson zárt a hazai térfélre a labdát. Korodtát a visszakorba, kapcsolnak az óvány most a labdát. Csak azt a középre. Az M2 szakosz játékát láthattuk. Nagyon szép védekezést! Tóth Franka mutatja be, és bizony-bizony szinte önkényületnek használatban az is a Jenkins elmutatott be egy nagyon szép védekezést a BVT-tel 24-esen. 54 másodperc és nyilvált előre egy ilyen akcióval a BVT-tel, ahol a hatóségi koncertéssel tisztelt elhelyezett a feladatban. Na nézzük a falot határa, ez alatt a falánk alatt is ide már lesz-e. 12 másodperc számára idő, ez is egy csapkén szerepáról, csak 10, már csak 8. Most indul meg a belekerüléses, reportásos mozgással, rendő vízűs, de nincs kosár, 12 másodperc számára idő, ez az emlék. Annyival hátra konkrétan a negyedből, Krisztus felnéz az órára, most megnyitjuk a mozgását, nagyon szép egyéni vállalás! Nem ment be, de 2 dobnak nagy, hogy is mondjam, csak nagy szünet után végre egy szabálytalanságot észrevettek a játékvezetők. Diózsia támadás közben is, és emiatt most posztékvekről büntetői zárhatják le majd az első negyedet. 9 pont van a csapatok között, ezt növelheti még a Diózsiai 3-as. Első dobásából nem köszönöm. Készen Kányási Megyesi, Tóth Franka, Makámbó és Montai Bukon szornja. Így itt a második negyedet. Tudod fehér, de játékot konkrétan a vendégek, mondjuk Jenkins, abban felhozatalában kezdik. De már csak lakozott a támadásról, ott nem tudott egyből betörni, jobb a játékos. Aztán Tóth Franka nagyon szépen dolgozott a Bilgyen 24-esen, megvan a lakaszerzés sétálat is, a Bilgyen 3 pontosnál, ott nyitott a befejezés mellett, Bont Kányási sét, egy triplom mellett, volt és sikeres a dobás! Tette a pontai bukóval, megoldottak, mert a többiek
menet közben érkeztek, de nem volt szükségük rásra, nagyon szépen befűtette ezt a triplát. Kányási, aki most szerveg lepattanót is, tovább növelheti előnyét a dényét, és elmegyek is el a jó, aztán nem indul a tömegben, leoszt egy paszt. Tóth Franka dobás egy picit hosszabb lett, aztán utána Vatándor már nem tudott pozíciót fogni, vagy egy kicsit szellős a védekezés, és a játékvezető Kányási ellen fújnak hibapontot, és úgy teszik meg mindezt, hogy Nevala Markovic közben értékesíti az ütszert, és még egyet dobhat. Yeah.
hozták össze, illetve a számára ezt, pedig az is a Champions érkezik, és az ő elképesztően verekedés tűnőszer nagyon utóbb jön. Ennek is így a felemből eddig csapatnak. De még nem ért el a dőlőképpel. De hát már elérte, most így mutatja is a... Szerintenek, hogy büntetőszak, az is a Champions. Az oldalnál Jenkinsnek időkértése volt, csak hogy mikor történik meg elnézést a megkezelítésre, de önmagát. Tehát amikor senkit nem kéne erre, beküldik bele a labdákért, nyugodt csapába a vendégek, légy jósa. Ezt is előbb nem lehetett. A büntetőzést a helyén beérkező Markovics fogja befejezni. Sikeresen kapta mindezt. Utána igazolt hazánkba.
a rendezett vissza a csapatok a folytatásra, 5-45 van még hátra az első félidőben, 10 pontos hazai előnyös. Egy ilyen a helyi szemek mind a tőre oda a TFS MTK palánkjához. Megvisztem az a dobást, kihoztam a tebből részét a BVTK maximumot, ami zenetek, és most nézzük egy jó védekezést hazai részről, hogy hadállam gyorsuljon az a hazai vezetés, ez a 10 pont körüli különbség, és a Bernáknak tört az állás, után a labdába érkezik, 2 pontos lezárja ezt az utakot, visszakorgat középre, a rendőr csapat, szemben csak 5 másodperc támadó idejük van, Boros, Boris Jenkins, hogy jó, de szép pass, jó! Ilyenekekkel nem tudom, hogy miért volna, hogy micsoda! Hát ez az képest, hogy már az is necses volt, hogy időben engedték el a vendégek a labdát, aztán ezt pedig mit képes értelemben megszámadra, mit tudjuk, hogy kétmedes játékos érintett utoljára labda, de várhatóan nem élvezetlen a meccses, és sokkal jobb lenne védőségjának egyébként, de nem így van. Úgyhogy maradjunk annyiban, ahogy elkezdődött, hogy nem így látták, tehát számomra tovább a vendégcsapat, 3 másodperc, egy bosszasztó távoli dobás, és hihetetlen! Megint csak úgy szinte nem is készült rá a dobásra, idegett el Bernát Réfa, és megint jó volt. Elképesztő távolságból szinte egy varázatos triplát. A TFS MTK 92-esen. Megbesodódik az élen alapba közben, és Angelika egy szabadon pozícióban, egy gyönyörű passz, és meg is van a Liam Hayes dupla. Van is egy Jenkins jelző, hogy oda kéne egy törlés, minden esetre ez egy szép, biztos befejezés. Liam Hayes részéről. Egy cserél a BVTK-en egyesül úr is 26 egy picit, kárcsi lehetett a helyet a hetessel a BVTK-ban. Oli Jenkins a labdával, a pénz beláll egy kiklába, mert úgy látszik, hogy ezt is így érzik. Fegyvárnak a legvéget. Tényképpen egy picit, mintha egyben zavarta volna, ott a Lichtenstein Jenkins és Markovics. Minden esetre köszönjük szépen a BVTK-i alapján, és ezt is engedik a hosszatában, ahol ugye kérdelőre lecsapatok a Kérdelán-Bönben redakcióról, és egy érdemes már szerepelben lévő utánás is itt, Hayes egy bejátszása a klubbankához, parád és labdát érkezne Fiona Hayes-től, nem először lehet megdicsérni, pedig meg is a rutin a közös játék kapcsolatokban, a kis Fiona mozgásokban is mégis nagyon biztosan teszi oda labdákat, a BVTK 20-asra. Kapcsolatban még egyszer a második meccse a bűnt jövőben. Ilyen a helyzetben. Markovics felteszi először, felteszi másodszor. Kultfalanka ismeri el azonnal, viszont ott egy kicsit beállítottak most a miénknek. Az első elhibázott Tomás Kitán. Ebben is úgy tűnt, hogy a két bűnő fiúnak meg kellett volna szerezni a labdát. Ez nem is sikerült. Ennek akár most miért? Tomás Markovicstól, miközben Tóthnak ugyanállt a második hiba pontját szedte össze. Szív, gondolkodott a labdának, járta a minden kis négyzet milliméterét, de kiperhőt, maradt 29 ponton a vendégcsapat. Gyönyörű vállalás és egy 10 pontos befejezés!
mutatja földjátéla is, hogy Gyugi is kint elsugalta volna az a pont, amit dobartott a Diózsőri, viszont hogy Gyugi egészen értettem, teljesen egyetértek most kéne a helyszel, mondja a játékvezetőknek is, hogy azokkal a mazolatokkal, amikkel el is egy Jenkins játszik, nem is lehet más a vége. Nekünk szélesen kaszáló mozdulatokkal értek itt a tömegbe is. Készíti a helyet magának, a most tüntetőzni készülő amerikai légiós. Jó, az első babás. És jó, a második is. 3 perc van hátra a második negyedből a lényben. BVT-kel tért a sertőkkel 43-34. Sajnos, hogy előtt ahhoz előre a labdát.
ilyenek nem viszik ezt a büntetéseket, a bőrötét a cserélye puszta, és mondta, hogy a helyére érkezik, ahol és megyési a bőrötékába. Egy perc, kettő másodperc van még a másik időben a hátra, és akkor nézzük, hogy mikor büntetőzik ki a helyzet. Hát itt nem egyet, az elnézeget még hosszú percet, hogy tudom, hogy dobálja a bőrötét, ahhoz a setét, megcsarom ellenfél művét a labdát, de legalább még egyet. Ahol, kicsoda, igen. Ebben még 39 az állás, és én előre megadom két csapat. Mármás elvenőke néz a játékvezetőkről, harmadik hiba pontját kapom meg a bőrötéken, hát eset. De nem át, eldölt. Hát megint egy olyan meccset láthatunk itt a DVT-kán hazai saját pályáján, amikor hát egy finoman fogalmazni nem panaszkodhat a játék vezetése, majd a mennyi együttesen összenőzik a meccset, bármi is lesz a lőzeletben. Elképesztő. Mindegy, hát ez súlyos pontokba kerülnek ezek a fénykerések, csak itt az a legtöbb problémában, bármilyen emberi faktort is lehet emlegetni. Megyetlenül is időben már átadik egy a második felállai dobásba az ingolt. Ez viszont a jelek szerint úgy tűnik, hogy jó volt, így is van, eltökezetőt ezt megadják természetesen, és így 46-44-es minimális győzőri eredménnyel ér véget az első félidő. Érkezik el a kezdéshez, de kijönnek négy szarcát nézzen, aki most érkezett a megmódosítójúz, amit a felező banalmán látott, minden probléma nem lesz, mert mosolyogósan jó kedvűen indítja a játékot, hogy amerikai végigyósunk, hiszen lehetőleg ez így lesz igaz lesz a folytatásra. Azt hiszem mindenképpen meg kell mondani, hogy mennyire nem csak Fogalmaztam meg azt a gondolatot, hogy a végülőképpen a hazai meccsen sincs hazai pálya is, hogy nem lesz a végülőképpen a tőletesen a végeredménye. Viszont tényleg a tehető majd Gilma Hayes produkciójában,
Dupla annyi pontot kapott a Bírzik egy csapatban, mint a Vemus csapat, és nem hiszem, hogy ennyire szabálytam, egyszerűen brutálisan nincs egyensúlyban a két parányban, a kárhatára, amit az egyik parányban nem egyformán mérlegelő a két csapat teljesítmény, egy jó egyszerűen a Vemuszat kisendelik a továbbhoz, és Anál Lepangó is gyönyörű mozdulatban nem volt teljesen pontos ez a kivitelezés, és ezért ebből most nem lesz a kosár, de nagyon szép volt az indítás, amivel ilyen a helyi stressze a második félidő. Köszönöm szépen!
Egészen
elképesztő, hogy most jön a válasz akkor, amikor pont lejárt a támadó idő. Bernát jön le a pályáról. A helyére érkezett Mégesel Herman. Nem ugye 92-esek már 92-esek már 20 dobott pontja van, hogy hihetetlenül is kezdődik. Thank you.
kopulatetes gyógyítótán vezetésről számolhatott be. 1:19 hátra, amikor a magadból is a gyógyítótán szakcsak játékban adják. Ez klipben megyek, én
egészen világgondolt dolog ez, mert a tétes MTK vezetője részéről zárt csarnokban, nézőként, hogy csarnokban kiabál egész cifrákat, egészen pontosan ezt a kiengedte, ezt a barmot, ezt ordította be a játékvezetőkre. Nem cselekednék azon, ha most megkérnék a Ferenc urat, hogy hagyja le a játékteret. Minden esetben most elkérdezik, hogy megállították a mérkőzést, és azt hiszem ez lesz itt a megoldás. Pedig nem indul el a játék, amíg Stermetz Tamás el nem hagyja a termet. De azt hiszem mutatja is kollégánk önöknek ezt a szituációt, amikor megkérik. A vendégek egyik vezetőjét, aki egyébként végig kommentálta az egész találkozót, mint hogy egyébként ilyen opciók lehetnének, de ő azért megtette. Nem kis pressinget fejez be így a játékvezetőkre. És így is egyébként a Dukrányi falatot küldtek a DJ-re, nem tudom, hogy mi itt a probléma, illetve tárgya. Ilyen esetben ezeknek körben is felvételeken egyértelműen nem voltak. Mindenki miért reggeli majd, hogy szerint ez annyira volt helyén belül, vagy sem. Megtovább a meccs 69-63-ra vezet a DVT-kkel, és támadhatnak a miei, meg egy bejátszás Hayes-hez. Megtovább átjön a lapát, kijön a Hayes, meg a játékvezetők azt mutatják, hogy ellőtte a DVT belőgyűlésre, és marad a 6 pontos DVT-kkel vezetés, de most a vendégek vihetnek előre a szívukkal. 7 perc, 50 másodperccel hátra mérkőzőnkből, és kapod a Fidóniát látták szabálytalanak a játékvezetők, és ez a DVTK 7-esének negyedik hiba pontja már. Ő kicsit kritikus helyzetbe került. Így még lehet opció. Talmás egy visszaküldése majd a utolsó percekben. Katona beláll egy trikkodobásba. Ez egy összebett a felletőnél. Kérdekel, hogy ez sem volt szabálytalanság, mehet tovább. Hayes tovább. Nem jó, aztán Tóth Frank érkezik, de bocsánat, hogy Kisangerit érkezik, és ahelyett, hogy lefújtak volna a legyesi dórián, a Gyurán vagy Jenkins szabálytalanságot, ez pedig egy belemenés. Jön előre a rendőrcsapat, és de lefújják ezt a pontot már, lefújják természetesen, és jó a kosár, és még dobhat egyet el is a Jenkins, mert ezeket egy ilyen játékvezetésre talált a Ferenc Tamás az elején. Kicsit dolgok is mondom, csak túl durván. Hát köszönöm ebben az jelenetet, szépen a megkérdésen a DVD-t a hazai pályán, és mégis elmondom, gyönyörű játék, gyorsan, pontosan, lép átadásokból szétszette a MTK védekezését a DVT-kkel, a gyors támadása is. Hayes volt a kosár jegyzője. Jön a Hayes már 24 dobokonnál tart, miközben Markovic feltesz egy zicsert, az most nem volt jó. 75-66 levezet a DVT-kkel, és jön a belőle most a DVT-kkel akciója. Ez egy nagyon
nagyon nagy szükség van az ő jelenlétére, pontjaira, fizikai jelenlétére is, hiszen ő hagyzikatlan a leginkább ellenségeknek, amit a Jenkins szerezte, és egy elkosztálós eredetés kosárlatát, amivel nagyon jól operál egyébként a vendégek légiósa, de hát nagyon jól operál az EDTK is, hiszen vezényen toronymagasabb legyen polkerősebb játékos, és legeredményesebbek, mint a EDTK. Szasar már 26 szobot kornálta, és így a BDTK meg a mellett 73 szobotkon szerepel. A TFS-e pedig kasszal a hategységi utat, 6 perc, 4 másodperc van hátra, és a vendégek kérnek időt. Ezzel azt mondom el önöknek, hogy az eddig lejátszott meccsek statisztikáján valamint őre elmondható, hogy a vendégek az amerikai játékosok nézzük, hiszen jönnek vissza az időkből és csillatlan a csapatok, ahol Pusztai, Kis, Megyes és Hayes-nél sorral érkezik a folytatásra a DVTK. Ezzel 3-66-ra vezett át a házigazda, és most nézzük, van egy Jenkins által elkezdett TFS NCK-t szólt. Katona csatlakozik be a vendég támadásba. Elpasszolja magát, te jó ég! Tiszta tripla dobás lehetett volna, de most nem vállalt el Kisendést. Éppen senki nem állt. Hát inkább ráállnáltad volna Anglia gyűrűre a labdát, de most már szintén a válogatott fiatal miskolci tehetsége. Nagyon nagy passzolt Markovicstól, és egy nagyon szép befejezés. A vendégek szerintem legjobbjától Bernát Rékra 22 pontnál tart, és nagyon-nagyon sokat köszönhet neki a vendég csapat. Hát ilyen 3-70-re zárt, nézzük most a tényetese. Angelina beláll egy félről, egy középtávolival, és sikeres, de 75 pontnál már a Diózsor, 4 perc, 10 másodperc van a meccsről hátra. Markovics egy Brüsszel dobhat, elvédekeztük megint, hogy és bizony ezt a megbontott védekezést, ezt az a kulcspassz tette igazán tartsra, ha úgy tetszik. Fiona Hayes írott eredményes kosarát láthatjuk. Amis a Jenkins érkezik a festéken belőle, felkeszelett, tehát nem volt jó az első vállalás, aztán utána a második, pedig átékezetünk szerint azért nem volt jó, mert Megyesi Dóri szabálytalan korot legalábbis ő pacsízza le Hayes-szel ezt a helyzetet. Így is van. Ez volt Megyesi Dóri második
személy hibapontja, tehát úgy is oda üthetett még nyugodtan. És egyre fogy a hátralévő idő is, mindig őrzi előnyét a DVTK. El is a gyengéz első büntetője a helyén. Után ahol innen kapja a labdát is. Nagyon fontos lenne ezt kosárral pontkal befejezni a DVTK-nak. Kész meg is indul egy nagyon nagy passz Kisandihoz, de ez a átadás nem egy tisztán megfoghatunk labda volt. Nem is sikerült Kisandinak, és most jön előre a rendőr csapat, hát rohancsak a pályára, minél több idejét legyen a kisztőjéreknek, hogy valami képen kicsit adni egy gyerekényes támadásbefejezést. Hatodik hozzájön a labdához, de már kívül tudta csak visszahúzni, hogy a DVTK-i lesz a támadás lehetőség. Az akcióval nem tudott élni a rendőrgyűjtés. És ez meg fordja a hátralévő idő. A mérkőzés utolsó 2 perce kezdődik el. Pusztai Petra kezében a labda, indít Pusztai. Gyönyörű vállalás Pusztai Petra! Mire kellett ez? 81-74 és időt fér a vendégcsapat. Bármi is történik, a DVTK megrázza magát és tartja ezt a 5-6 pontos távolságot már jó ideje. Hát azt előbb tetszett meg hallani, hogy milyen lobbival élt a lelátóról a vendégegyüttes, aminek az lett a vége, hogy el kellett egy kétesen vezetőt távolítani a csapatból. És változatlanul elképesztő palotarányjal jegyezhető le ez a mérkőzés, de ez sem ellensúlyozta a DVTK vezetést. Nem az első, nem a második ilyen bajnokig látottunk, amikor nagyon meg kell küzdeni az elnöktelen ellenfelé a parai közösségével és a DVTK-nek. És eddig 1 perc 5
Elimád a távoli dobását váltak ki, és ez most nagyon jókor jöhet a DVD-kának, akár a DVD viszont túl pontokkal válaszolni. Kisend indul meg, a látókazató nem hagyta, hogy befejezze Kisend ezt a mozgást, és úgy ítélte meg, hogy Katona Szidónia védekezett jól, és Kisend pedig szabálytalankodott. Vagy csak egyszerűen kilépett Kisend, most nézem a táblát. Nem, Kisend előtt a szabálytalanságot követett a játékvezetők szerint, és ez a harmadik hiba pontja a DVD-kán 30-asának. Másfél perc van a meccsből hátra. Markovics, Modin Jenkins. Indul meg egy szép cserután, Markovics a félről ráemeli, de nem volt jó. Egyesi Góri pedig nagyon szépen leszedi a labdát, felborítom, és a Pinterman Markovics még letemetli Hayes-t, aki most kapcsolódik be csak csapat akciójába, Kisendi, Ahorninál, egy tripla kísérlet, ez nem volt jó. Ugyanakkor a lepattanó a rendőre ki, tovább fel a meccsből. Rendes játék kizéget, de Pátoni Gribi, Hayes labdát szerez. Érkezik Egyesi Góri, érkezik Ahorninál. Így ezzel elvartak minden számat a mieink, ami még kérdéses volt. Itt is van megesedő értékesítette ezt, és 10 pontosra vétűz a leggyengére a BVT-t előnyet.
Egyesek arra, hogy látolnak egy szabálytalanságot, Katona dobócsele után ítélték meg a játékvezetők, hogy nem fért már bele, ez volt a harmadik meggyesi hibapont a mérkőzésen. Benne sokkal fontosabb, hogy 12,9 másodpercre a vég előtt 10 pontos a hazai előny. Katona Szidóni első büntetője a helyén. De most már nem kell túlszak mindent tenni a DVT-nál, hiszen szépen eltölteni a hátulévő időt. A DVT-nál marad a labda, úgy fejezhetjük be ezt a mérkőzést, hogy ez a támadással 9,6 másodperc. És elmondhatjuk, hogy a DVT egy hihetetlenül fontos győzelmet alatt ezen a mérkőzésen. Furcsa feltételek jellemezték ezt a találkozót, a falutalányban olyan gondolni akkor kis dolgokra a mérkőzésen, de végülték ezúttal is hatalmas szívvel küzdött. Tulajdonképpen aki pályára lépett, nagyon-nagyon jól dolgozott, pontokat szerzett, segített a csapatát, és külön ki kell emelni 30 ponttal zárott ilyen helyes teljesítményét, aki mindösszesen második DVD-kel meccsét játszotta, és már is egy ilyen pontrekordhoz érkezett el. Ezúttal is gratulálom neki a csapatnak, és hiszen megvan a győzelem. Még egyszer a végeredmény. Örülünk minden DVD-kel, TFS-en, TK 87-79.